Nyíregyházát, a Szabolcs Néptánc Együttest és a néptáncos hagyományokat is bemutatja ez a kisfilm, amelyet a több mint 60 éves nyíregyházi együttes készített a Nemzeti Összetartozás napjához kapcsolódó felhívásra. Az együttes kapott egy felhívást Budapestről, hogy lehet csatlakozni egy országos kezdeményezéshez, amelynek az a mottója, hogy összetartozunk, Volkszáz, azaz a 100 éves megemlékezés tiszteletére, és akkor összedugtuk a fejünket, hogy ebben a karanténos állapotban, amikor kárunkra nem lehet összejárni és közösséget építeni, hogy oldjuk meg ezt a feladatot, mert szerettünk volna részt venni benne, és kitaláltuk azt a fiatalokkal, hogy Nyíregyháza emblematikus helyszínein a Nyíregyházára oly jellemző tirpák, azaz Tamás Bokri táncot feltáncoljuk. Ebben 5 táncos pár vett részt, akik 6 különböző helyszínen adták elő kamerák előtt a jól ismert tirpák táncokat. A Geridombon kezdtünk, az egy számomra nagyon, hát nagyon szeretem azt a helyet igazából. Nyíregyháza határához esik közel, és én gyerekkoromban, kamaszkoromban nagyon sokat jártam oda bringázni, meg bandázni a srácokkal, és most hál' Istennek, amiért ennyire gyönyörű, és ezt adta nekünk egy ilyen évszázadokra, sőt évezredekre visszavezethető helyszín. Igazából ez nagyon jó volt, hogy Niki párommal táncolhattunk fent a dombon. A második helyszínünk pedig a Sóstói tó volt, ott a Szerelmesek szigete. A harmadik helyszínünk a Bújtosi tó volt, ott is a sziget. És utána jöttünk be a városba, ide egészen a belvárosba. Először a Bencúr térre, utána a Hősök terére, és végül itt táncoltunk közösen a Kossuth téren. A gyors ötletelést egy egész délutános forgatás követte. A ritmus a fiatalok lábában van, ezért nem volt szükség sok ismétlésre. A helyszínek közötti ingázás nyújtotta el jobban a forgatást. Olyan mennyiségű videó gyűlt össze, hogy úgy döntöttünk, hogy egyesével helyszínenként is külön-külön meg fogjuk csinálni ezeket a videókat, valamint ugye, amit itt a Kossuth téren eltáncoltunk közösen, abból is fogunk egy összeállítást, valamint tervezzük, hogy a jövőben, a közeljövőben az egész együttest, ugye tekintettel arra, hogy 5 pár vett ebben a produkcióban most részt, az egész együttesre kiterjedően is készítünk egy hasonló videót. Az első nap több mint 10 000 megtekintése volt a mostani klipnek. A közönségen túl pedig a felhívás szervezőinek is elnyerte tetszését a film. Így már hivatalos, ebből a videóból is látható majd részlet a Kárpát-medencét lefedő 12 perces összeállításban.